Idén is a sportcsarnokba várták a hölgyeket a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Az ünnepelteket a polgármester Takács László köszöntötte. Tisztelt hölgyeim! Ez a nap hivatalosan is az önöké. Ha a mai napon egy szál virággal vagy egy egész csokorral akarjuk mindazt elmondani, amit az év 367 napján számos alkalommal nem tettünk meg, biztos, hogy nem jól cselekszünk. Mert mint kertész tudom, minden hölgy olyan, mint egy virág. Minél több gondoskodást és törődést kap párjától, annál szebb és annál sugárzó. Sajnos ezt mi férfiak hajlamosak vagyunk elfelejteni a hétköznapokban. Ám tudom, önök még ezt is megbocsátják nekünk. Ettől is olyan csodálatosak. Számomra nagyon fontos, hogy egy nő a hétköznapok sikerei mellett családanyaként is vállalja azt a szerepet, amit a Jóisten ráosztott. Nyilván mi férfiak, persze a magunk nem tökéletes módján, igyekszünk segíteni önöket a családi ügyek intézésében, és mindig tudjuk, hogy önök, kedves hölgyeim, pótolhatatlanok a családban. Ennek talán az a titka, hogy naponta meg tudnak újulni. Változnak, alkalmazkodnak a hétköznapok kihívásaihoz. Kérem önöket, hogy maradjanak meg a mi csodáinkban, tartsák össze a családjainkat, és emellett tiszta szívemből kívánom, hogy legyenek sikeresek a munkájukban, a hivatásukban. Engedjék meg, hogy ezt alátámasztva Csitári Hoh Tamás gondolatait idézzem. Az igazi nőt a férfi engedi élni, mert a nő ugyanúgy ember, és társ, a férfi társa, mindenben. Mindent megtehet érte, moshat, főzhet, takaríthat, de nem azért, mert ez a dolga, hanem szeretetből, szeretetből, amit a férfi iránt érez, és viszonoz. Talán mos, főz, takarít, vele együtt, vagy csak egyszerűen nem vár el mindent tőle. Nem teszi szóvá, ha nincs kész időre az ebéd, vagy egy kicsit gyűrött az ing, mert nem ez a legfontosabb a számára. Nem az ebéd, nem a tárgyak, nem a külsőség, hanem a társ, a nő, az igazi. Tisztelt hölgyeim! Boldog mindennapokat kívánok önöknek, kívánom, hogy ne csak ezen a napon lássák meg férfi társaim az önök csodálatos lényét, hanem minden nap mutassák ki köszönetüket mindazért, amit önöktől kaptak és kapnak. Tegyék emlékezetessé egy szeretet ajándékkal, egy hálaszóval, egy hosszú, gondos öleléssel. Minden egyes nap. A hölgyeket köszöntő műsorban két kiváló, ismert és kedvelt fiatal előadó lépett színpadra. Elsőként Tabáni István fonogramdíjas dalszerző és énekes szórakoztatta műsorával a hölgyeket. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one can look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me?
Majd a 2012-es The Voice Magyarország hangja és a 2014-es Sztárban Sztár nyertese Pál Dénes lépett a színpadra. A hölgyek természetesen nem csak szép dalokat kaptak ajándékba ezen a napon. Az önkormányzat az Infineon Technologies Kft.-vel együttműködve egy-egy szár rózsával köszöntötte a városi nőnapra érkezőket. A virágokat a térség országgyűlési képviselője, a polgármester és a testület képviselői adták át az ünnepelteknek.